Kedves nézőink, térségünkben javában folyik a búza betakarítása. Jelenleg Badár Imre szentesi agrárvállalkozó búzaföldjén vagyunk. Badár úr, önnek, ha jól tudom, már learadták az őszi árpáját. Mondana róla néhány szót, milyen volt a termés, kegyes volt-e önhöz az időjárás? Tisztelettel köszöntöm a Agrárpercek nézőit. Igen, elérkeztünk 2015 évben a betakarításhoz. Ilyenkor a gazda számvetést készít. Számol. Mennyibe került a befektetés, a vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek, inputanyagok, és majd mi lesz a hozadéka, mi lesz a árbevétel a megtermelt gabonából. Jelenleg elég alacsonyan vannak a gabonárak, úgyhogy igen-igen számolnunk kell. Az őszi árpának a betakarítása megtörtént. 150 hektáron vetettem őszi árpát, már üzemi átlagot tudok mondani, 68 mázsa per hektáronkénti őszi árpa termést takarítottunk be, de el kell mondanom, hogy június 9-én egy hatalmas viharral jégesőt kaptunk, és a árpa kalászos vetésben egy 20-30%-os kárt okozott. Őszi árpának a minősége jó volt, növényvédelmi munkákat időben el tudtuk végezni, és toxin betegségekkel nem találkoztunk, tehát gombafertőzés, kalászfuzárium és más egyéb sárgarosda betegségekkel nem találkoztunk. Szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos az állománynak a szár erősítővel történő kezelése. Ha viharok jönnek, és különösen nagy mennyiségű csapadékkal és jégesővel, akkor sajnos a vihar tönkreteheti a termést, ledönti, beleveri a jég a földbe. Amennyiben a szár erősítőt használjuk, úgy akkor sokkal kisebb az elemi kár, és jobb minőségbe tudunk betakarítani. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a szárerősítőt időben kell használni. Ez a technológiának egy nagyon szigorú része. Van olyan gazda, aki korán elkezdi a szárerősítő kijuttatását. Nem célszerű, mert még a növény kicsi, és igaziból nem tudja fölvenni. A másik hiba, amit elkövetnek, hogy már megnövekedett, megnyúlt állapotba történik a kezelés. Ilyenkor már az a hiba, hogy az a kalászosnál az ízközök megnyúlnak, és azt már nem tudja beerősíteni. És a vihar és ezek a természeti csapások, ezek ilyenkor már jelentős kárt tudnak benne okozni. A legjobb kijuttatási időpont a kalászosnak a kettő nódiuszos állapotában kell elvégezni. Ha jól tudjuk, ezt az ön által említett szárerősítőt az ön mögött látható búzatáblában is alkalmazták, és ennek köszönhetően nem tett benne olyan nagy kárt a közelmúltban lecsapott vihar. Így van ez? Igen, így van. Pontosan ennek köszönhető, hogy a búzámnak 90%-a talpon van. Természetesen fótokban, ahol a vihar lecsap, olyan természeti energia szabadul föl, hogy ezt nem tudjuk kivédeni. Árulja már el, legyen szíves a nézőknek, hogy történhet meg az, hogy ennyire nyílegyenes sorokat vág ez a kombájn? Igen, valóban nyílegyenesek a sorok. Robotkormány technológiát használunk. Ez bővebben azt jelenti, hogy egy olyan rendszer van kiépítve, olyan navigációs rendszer van kiépítve, ami műhold irányítással történik. Ennek elemei részei, tehát akkor a műhold, a gépen található antenna, a monitor, a számítógép és a robotkormány. Ha ez mind együtt van, akkor vannak ezek a pontos munkaműveletek. Ezt a navigációs rendszert kiegészíti még egy úgynevezett RTK adó. Ez az RTK adó, ez egy helyi adó, és ennek a használatával már három pontról kapunk információt. Három pont koordinálja, irányítja a navigációs rendszert,
magát a gépet a robotkormányon keresztül, és 1000 méteren 2-2,5 cm munkapontossággal, munkaszélesség pontossággal tudunk dolgozni. Ez nagyon precíz, nagyon pontos. El kell mondanom, hogy nem csak a betakarítási munkáknál használjuk a robot technológiát, robot navigációs technológiát, hanem az összes talajmunkánál. A magágykészítésnél, a szántásnál, a permetezésnél, nagyon fontos a növényvédelemnél, ezt kihangsúlyoznám. És a betakarításnál természetesen. Ezek a nyílegyenes sorok nyilván nem kizárólag az esztétikumot szolgálják. Mi a jelentősége ennek? Hát igen, ennek több haszna is van. Amit szeretnék elmondani, hogy környezet szempontból is nagyon jelentős. Környezetgazdálkodási szempontból. Tehát a pontos talajművelés lehetővé teszi, hogy egy kultúrát kétszer ne permetezzünk. Megkönnyíti a gépkezelőnek a munkáját. Nem kell a kormányt fogni, hiszen a navigációs rendszer irányítja, viszi. Tehát ez költség megtérítést eredményez, és megkönnyíti a dolgozóknak a munkáját. És nem utolsó sorban tényleg a látvány. Lehet már arról mondani valamit, hogy milyen termés átlagra számít? Itt a jelenlévő búzatáblában egy olyan 7,58 tonna per hektár átlag termésre számítok. Ez egy francia búzafajta. Azért tértem át inkább a francia búzafajtákra, és nem a magyar kutatóintézeteknek a fajtáit használom, mert a tavalyi év bebizonyította, hogy ezek a fajták a kutatás területén előrébb vannak gombabetegséggel szembe, sárga rozsda és más egyéb toxinbetegséggel szembe, kalászfuzárium. Jobb fajtáknak ítélem meg ezeket a fajtákat, és ezeket termesztem. Ha jól tudjuk, ön úgynevezett precíziós gazdálkodást folytat, ez mit jelent pontosan, és miért fontos? Nagyon fontos a precíziós gazdálkodás, és elmondanám az elemeit. Az egyik eleme a környezettudatos gazdálkodás. Nagyon fontos a élelmiszer előállításnál, hogy olyan anyagokat használjunk a növényvédelembe, amik nem túlzottan kemikális alapanyagok, nem szintetikus, hanem a természetes alapanyagokat használjuk föl, és a talajba csak annyi tápanyagot teszünk, amennyi a növénynek a megtermeléséhez, a növekedéséhez elegendő. Nem teszünk többet. Ennek érdekében talajtani szakvéleményt készítetek, és célzottan a kultúrának, a növénynek a szükséges tápanyagmennyiséget juttatjuk ki a talajba. A precíziós gazdálkodáshoz tartozik az előbb elmondottak, a robot kormány, robot technológia. Ennek az az óriási előnye, hogy a műtrágyákat, a növényvédőszereket egyenletesen juttatjuk ki. Nem permetezünk kétszer ugyanazt a kultúrát, nem marad ki, nem maradnak ki foltok, és így a kultúra, a növény egyöntetű képet mutat. És mint már említettem is, még egy nagyon fontos dolog van. Az egyik megkönnyíti a precíziós gazdálkodása, a navigáció megkönnyíti a gépkezelőnek a munkáját, és így költséget tudunk megtakarítani, és ez sok kicsi sokra megy alapon az elszámolásnál, ez bizony súlyos forintokat jelent árbevételként. Sikerült már eladni az őszi árpát és a búzát? Igen, sikerült eladnom az őszi árpát. Egy helybeli sertéstelepnek értékesítettem. Több évtizede tart ez az értékesítési kapcsolatunk. Kölcsönösen meg vagyunk elégedve a minőséggel, árakkal. Hosszú távon kiegyenlítődik. A jelenlegi ár egy kicsit nyomott. 37 ezer forintért sikerült most túladnom a őszi árpának tonnáján. Hát úgy vagyunk a partneremmel, a vevővel, hogy egyik évben az egyikünk jár egy kicsit jobban, a másik évben a másikunk jár egy kicsit jobban, de úgy gondolom, hogy egyikünk se érzi azt, hogy a másik becsapta.
és ez a hosszú kereskedelmi kapcsolatnak a jelzáloga. Úgy gondolom, hogy hosszú távon ez így működik. A búza betakarítása most van folyamatban, betárolom a Szentesi Gabona Értékesítő Szövetkezetnek a raktárába, és ott várunk egy jobb ár reményébe. Milyen munkálatok következnek most a betakarítás után? A búza learatása után megkezdődik a szalmának a betakarítása. Mint látjuk, bálázzák, a bálázás folyamatban van, a báláknak a lehordása történik, és utána rögtön lezárjuk a talajt. Utána egy tárcsa munkagéppel egy talajzárást végzünk. Miért fontos munkafázis a talaj lezárása? A talaj lezárás nagyon fontos a talajnak a vízháztartása érdekében, ugyanis hogyha poros tárcsázott felülettel zárjuk le a talajt, így megakadályozzuk a víznek az elpárolgását. Köszönjük a beszélgetést! Köszönöm a lehetőséget! Thank you.